Nyitva van. Akkor mehetsz. Akkor mehetsz. Na akkor ugye nem szólhatnak érte. Ha zárva van és azt átléped, akkor vagy gyabaszban. Akkor lehet, hogy egy próbát megérni egyszer, ha nyitva van. Azért, mert akkor megmondjuk, hogy jó, mondjuk te nem, mert téged már ismernek. De mi mondhatjuk azt, hogy eltérett turisták vagyunk. Leventét most leveszik a sapkát. Na, Leventét azt már ismerünk, az Ándon várpalotára jár. Átszázzuk valaminek, na. Ákos ismer valakit a várpalotai lőtéren, hogy megpróbál megkérdezni őt. Mert az a bogjasi dolog az engem izgat. Csak én úgy hallottam, hogy ez le van zárva. Nincs lezárva. Mert ott valami denevér, denevéreket izélnek ott bent. Turista útvonal van. Nem tudom, de azt tudom, hogy elég komoly ott a bunker vonat. Hát hogyha ennek a... De figyelj, és ez a... Akik itt voltak... Igen. Nekik semmi közük nem volt a Rákospalotai KGB-s izéhez, laktanyához? Elméletileg egy alakulat volt. Igen. A Rákospalotai, az is... Az is KGB-s volt, azt tudom. KGB-s kommunikációs alakulat volt. Ez az alakulat, ez Vecsésen volt, a Vecsési laktanyában. Tényleg, a Vecsési laktanya az hol volt? Ott van, most az izé van, Viktória Park. Ja. Jól emlékszem. Külforgalmi. De abból látszik valami? Semmi. Ledózerolták? Talán az hát ugyan egy-két törmölek nyomodni. Az volt, ha jól tudom, Vecsés 2. És a bejjebb léz, ami volt bejjebb egy... van az a Vecsésen. Az ember nem is gondolná. Na, itt vannak erre egy vasiból prédik. Színjanak a földek. Szezám tárolj. Motorral szoktak itt menni, nézve. Hát egy az épületek helyénél leszünk, ha bemegyünk. Az lejjebb volt, nem? Micsoda? Az épületek. Nem. Itt voltak hátul. Én úgy emlékszem, hogy... Két sor tégla. Egyikből. A mosdóból vagy valamelyik kezéből. Aha. Jó, látom. Na, hol menjünk be? Nem tudom. Ez volt a víztároló. Na nézd meg! Nézd meg! Lecsúsztam meg. Nézd meg, itt le lett vágva a fű. Itt vágta valaki a füvet. Lehet, hogy túl sok volt a parlakfű, vagy valami ezt. Nem tudom, hogy a kérdés. Nézd, izé! Vadalma! Emlék a múltból. Ott van az antenna helye. Ott van az antenna helye. Ott. Középen. Fogadjunk. Geotorony. Nem. Erre. Amerre a Levente megy. Az nem torony hely volt. De. Fogadjunk. Akkor láttam képet, hogy én. Szerintem ez volt. Nézd már meg. Nem ez volt a izének a helye? Vagy ez tényleg szökőkút volt? Szökőkút, mert ja, igazad van. Na, akkor én... Kis sortégla, arra emlékeztem akkor. Ja, az látszik is. Ja, az alapra gondolsz? Alapon egy kis pár tégla ott maradt még. Nem bontották le. Ja, ott látszik, igen. Egyébként valami bontották ezt le. Nem. Szerintem volt itt egy-két baleset a pénybolosok között. Hát... Szökőkút. Azért is ritkán látni, hogy a diópenészedik. Ja. Hát nem nemes fém. Egyébként a geotorony az itt volt akkor is szerinted? De az kerítésen kívül. Belül van. Nézd meg, kívül van. Ott megy a... Bejön a kerítés talán a kúgy kívül, de
Szerintem itt volt ez már. 77-78-as. Valami rá van írva. Igen. Állami földmérés 1978, ha jól emlékszem. Akkor még itt voltak bőven. 78, igen. Akkor állami földmérés 78, én bőven itt voltak. Már itt voltak akkor ezek szerinted? Ez régebbi? Mindjárt Leventét megint terül. Szerintem ez 80-as. És ez itt oda néz. Ez egy beálló. Kocsi beálló. Levente, ezt láttad? A kocsi mosó. Csak szerintem ide nem jöttek be. Hát ez biztos, hogy nem a kerítésen belül volt. Kizárt. Milyen engedély kellett volna ahhoz, hogy hogy ide bejöjjön, bazd meg, valami földmérő. És itt is volt egy épület. Ha? Vasvázas, főek. Aha. Hé, hey, a sírok! November, 2013 novemberében. Mondjuk jó, te élőben is láttál ilyen ajtót, hogy nem volt itt, ugye tabon megmondom. Igen. Ezen is ugyanaz volt a szerkezet. Most nem látszik annyira, mert igen. Megjönöttem a gazda, ugyanúgy megmondom. Igen. Teljesen. Hát ez ilyen brutál. Nézzed alul még ezek a vasizek meg. Igen, ugyanaz. Ugyanaz teljesen. Ugyanaz. Oldalt megvannak ugyanúgy a lukak is. Vigyázz. Valamelyik oldalt ugye, mi megvan az ez igen. A akna. Tudod, hogy vast nem szedték le onnan. De lehegeztették ott valamit, látod? Látszik a nyoma. Levagdosták körbe. De szerinted ezeket az elemeket? De ez nem azt mondták, hogy ez ugyanaz, mint a metroé? Nem. Valaki egyszer azt mondta. Itt is van, látod? Lehet ezt a első, mint a kettes metró. Csak mert hogy ezeket nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy magukkal hozták, de mit csinálta valaki Magyarországon? Szerintem... Tudom, persze. Van ebből nagyobb is, gondolom. De szerinted ezeket itt csinálták nálunk? Valószínűleg. De ez egy ilyen jellemző kép, nem? Sílok! Megvannak a sílok! Itt mentek a távolsági, vagy a rettenet tudja milyen rakéták, vagy a pusztulat tudja milyen rakéták. És itt a nyírfák voltak. A hülye orosz nem tudta, hogy nyírfát messziről lehet látni. Hogy ilyen hülyeséget csináltak. De. Jaj, ásót kellett volna hozni. Ásót kellett volna hozni, az. Az meredek ott. Hű, ez ennyire nem volt összenyizéve. Ász, á kurva. Bejutottunk, elvtársak. Igen, Gyula, gyere. Megyek, készülök. De nagyon nem maradjunk le. Nagyon, várjátok már, még készülök. Faszánokban sok cip zárva. Na, bocsánat. Azt hiszem történelme van. Történelme van, gyerekek. Miért? Hát konkrétan nem gondoltam volna, hogy valamikor ide be fogok én jutni. Én nem mertem egyedül bejönni, Butko, megmondom őszintén. Hát egyedül én sem jönnék be, hülye vagy? Nem. Féltem. De tényleg, ez fölmegy a YouTube-ra, gyerekek, ez ide egyedül tényleg senki. Itt volt a szellőző. Látod? Várjuk meg Gyulát, mert... volt a szellőző rendszer. Ott ment föl, látod végig a... Bazd meg. Jól le van borotválva minden, ahogy elnézem. Van olyan porban.
most objektívet itt nem cserélünk. Akkor több egészséges fényképet nem csinálunk meg. Miért is? Telenik forra. Ezért cseréltem én ki. Én még nem. Elfelejtettem. Gyertek itt már, jó! Gondoljátok bele, itt valakit megölnek, bazd meg, soha büdös életben nem találják. Nem, egyébként állítok, volt itt hulló is. Nem találtak. Jó, mondjuk van egy narkos. És az egy narkos hely volt, amit idén. Állítólag, olvastam minket. Ugye ez? Lépcső. Bom, megvan. Van el a kökötje. Itt volt tűz. Igen, begyújtottak itt egyszer, nem is sem. Nem sokat. Az a vagy az objektum már elmegy. Van, de elég szemcsés. Itt tűzet rakott azért. Ahol itt be lehet menni jobban, valami. Nagyon szakadjunk el most az egyszer. Ja, most az gyere. Nekem egy... Azt mondom, nézzük végig a fő folyosót. És utána nézzük meg. Menjünk végig egyszer. Tudjuk, hogy mi merre van. Gyula, gyere, tényleg nem menjünk most itt szélje. Gyula, egyébként maradjunk a fő folyosón, azt mondom. És utána felderítjük, hogy mi merre van. Ha megyek tovább, van, hogy utána menjünk a fő folyosón. Igen, látom, hogy itt. Nézd. Külma. Aha. De ez mint a leszakadt volna. Lement egy kicsit nem? Kicsit, hol voltunk ott fönn a hegyen, tudod? Óbarok. Nagy tevel. Óbarok. Meg nagy tevel is, ja. Hát ez a két típus. Hátra figyeljük egy kiló, akkor tudom, hát ez nem semmi, gyerekek. Megmondom őszintén. Ezt én sem hittem volna, hogy ekkora. Mondták, hogy nagy. És nézzétek, oda nézzétek. Mi az? Nézzétek mekkora, hát a fölfelé nézzük, fönt van a másik szint. Másik szint. Nem sok földben van egyébként. Nem, meglepően, hogyha visszakadunk egy kívülről, igen. Pontosabban lejjegyettünk azért. Tehát egy másik. Igen, az van a szinten, igen. Legalább. Ez meg a vizé volt? Hol van egy szivattyúk? Igen, megpróbálok úgy videózni. Na Gyula, gondoltad volna? Hogy ide? Nem, én is azt mondom. Na, akkor a kis termeket végig nézzük? Ja. Nekem meg kell a kamerát úgy oldanom, hogy már együtt mozogjak a fénnyel. Mert különben elmegy az objektív. Micsoda? Elmegy az objektív. Hát homályos lesz majd. Jelesség, igen. Az jelesség. Homályosan is felismerjük. Kicsit ilyen robotos mozgás lesz. Jelmes. Egyébként. Jöjjt jártunk ebbe. Ja. Mert is azért annyira kell figyelni, oda, hogy... Oda a végére, még oda, még tovább tudsz nézni. Nézzünk meg. Szerintem. Ja, itt egy folyosó. Uh-huh. Érzed, hogy ott valahogy ne? Jön le, jön a fény. Nézd ott be, valahogy jön a fény, ne tudod? Ott is volt egy bejárat. Veszed? Veszem, de nyugodtan bemetsz. Látod? Föntről. Föntről jön fény, jaj. De ezt mondtam. Ott volt a másik bejárat, volt van. Ott van, erre szemben van pont azért, pont a tartó. Szellőző.
Na, bementem el. Hát szerintem ugyanoda jutunk ki. Nem tudunk ott kimenni, mert vége. Szerintem az összeér, nem? Itt van valami? Itt van. Menjünk be. Mi erre felé viszont? Itt ki tudunk menni, gyere! Gyola? Már érdemes volt eljönni. Pedig azt hittem, hogy ez egy ilyen kis tingilingízé lesz. És a felekezőt. Ja. Átkeresztő pont, lehet látni, hogy több vasajtó is volt, tehát egy teljesen legyi és... Sziasztok! Hello! Szövetbe vezetem. Persze, nyugodtan. Mégis beengednek támadás után, akkor ugye egy áteresztő ponton még egyik benne közvetlenül, és akkor valószínűleg ott lett volna egy ilyen zuhanyzó, ami kemikáliákkal úgy lefertetlenítottam a nagyobb, de hát ez függött attól, hogy milyen a szennyezettség kint, illetve a sugárszennyezés. Valószínűleg teljesen önállapotak voltak, teljes, vagy hátra menjünk az aggregátok helyét, meg lehet megnézzük, lehet érezni egy gázolajszagot, de egyébként saját, valószínűleg saját úton is rendelkezik. Kiárat, illetve ott is van, ahol bejegy a falon, de oda azért mondom, hogy fóvatosan lehet. Tehát a kábelet ugye alul, ilyen fémlapokkal csalul mentek a kábelek. Ott az ajtó. Bent volt valahol a szellőztető, és ott is itt mentek végig, ott lehet látni, hogy csöveken ott ment a szellőztetés végig. Van, jó. Légy. Arra is lehet jönni, itt lehet látni egy dupla ajtó megint. Valakit van, lehet látni a szűrőrendszer, tehát hogy azt, hogy itt voltak ilyen membrános szűrők, ugye, hogy a szennyezők. Nem, tényleg el kellett volna menni, ilyen tanálnomba ez a. Jaj, hát persze. Jaj, egy jó, hogy ez beindultam. Jó dumálókája van, figyelj. Jaj, de figyelj, szerintem jól csinálja. Ezen volt, nem már csak rögünk egy túlra? Ezt nézted? Ja, nem, de. Itt ez van, ezért volt ez a vezérlőterem, hogy sok volt. Igen, ez kicsit hasonlít az adóházokban lévő vezérlőizéről. Na hát ezt az eléggé meg kell vágni ezt a izét videót, bazd meg. Ja. Mert az a baj, nagyon sokszor elmegy a élesség. Hát, csoda, hogy egyáltalán ennyit bír. Én jó sem bírom, az önöm is felültetem. Micsoda? Olyan hangrobajjal indul, hogy például a szükség hatalmas interkontinentális rakéta, tehát olyan, mint egy űrrakétát fölönök közül, az távolról kell nézni, ez nem lehet ilyen közel, ez az egyik. A másik nem viszont a szovjet. Nem adta ki a technika a fegyvert. Voltak atomfegyverek Magyarországon, ezt mindenki tudja. Sok helyen, sok helyen volt, de itt nem volt. És nem ilyen rakéta. Antal. Na most elmondom akkor, ha már itt tartunk, akkor volt Kiskunhalcában, Gumbadarason és Tóth Vázsonyban voltak a atom. Olyan atomfej, tehát ami kis atomtávolságú rakéta, atomfej, illetve bomba, légierő szemben. Úgyhogy igen, szerencse. Fel, úgyhogy. Mi is úgy voltunk. Bejöjjünk. Bejöjjünk. Hát sajnos az épületeket nem. Fel, vigyázz! Na. És erős vagyok. Megvan, megvan. Megyünk csak, Gyula, még pisil. Jössz már? Igen, ja. Ügyvíz cseré volt. Ja. Milyen tiszta most. Jó a kilátás innen. Azt mondtam neked. Itt ez is antennatartó volt. Egy sorteg. Volt még. De ez másik szerintem, ez nem a... Nem hiszem, hogy ez a tropónak a izéje. Ez is. Viszont egy dolgot nem értek. Ja, most itt.
hogy figyeljetek már, nem volt ennek is... Mondod, hogy jönnek még, vagy jönnek az úton. Igen? Vagy mennek, nem tudom. Na, csak azt akartam, hogy ez egy ekkora, hogy ilyen gránit tárolót csinálnak az antennának, ennek kellett valahol lennie valami légvédelmi állásának is szerintem. Nem rakétára gondolok. Igen. Lehet, hogy oda volt fix ember, akkor nem a bajzerben, nagy gödörben. Amit ott láttunk, tudod, amire... Lehet, volt lépcső lefelé. Amire azt mondtuk, tudod, hogy izé... Aha, nézzétek! Ó, oh, igen. Na, ezt mondtam neked bent Levent, ahol jött be a fény oldalt. Aha. Itt voltunk ez alatt. Szóval... Nincs semmi fent. Hát itt ebben nem tudnának semmit csinálni, úgyhogy hasznosítsák. Maga ezt az izét, ezt föl kéne robbantani. Nem is lehetne ezt fölrobbantani. A gránitokat. Jó, mindent lehet, tudom.